A bort, legyen az villányi, szekszárdi vagy boglári, módjával kell inni. Különben könnyen elfelejti az ember, hogy mi is történt az előző este. Ahogy ezt mondani szokták, elszakad a film. Persze nem csak a mértéktelen alkoholfogyasztás vezet memóriazavarokhoz. Ugye hányszor fordul elő életünk során, hogy a legismertebb barátaink nevét egyik pillanatról a másikra elfeledjük. Megfeledkezünk a telefonszámokról, az utcáról, a lakcímről. Egyszerűen kimarad az emlékezetünkből. Leegyszerűsítve, tulajdonképpen ezzel foglalkozik dr. Grastyán Endre, a Pécsi Orvostudományi Egyetem élettani tanszékének igazgató helyettese, a fiziológiai kutatócsoport vezetője. Professzor úr, itt tulajdonképpen milyen kísérletek folynak? Hát itt tulajdonképpen nagyon jó volt ez a provokatív kérdés, olyan típusú kísérletek folynak, amelyek többek között hivatottak annak a zavarnak az okát megmagyarázni, amire hivatkozott. Tehát azzal a problémával, hogy az agyvelő hogy rögzíti a környezetében lezajló eseményeket, hatásokat, hogy jön létre az a folyamat, amit memóriának nevezünk. Ez egyik aspektusa a kutatásnak is. Hát ezt itt nagyon egyszerű szinten, állatkísérletes szinten vizsgáljuk azért, mert olyan hihetetlenül bonyolult folyamatról van szó, mert emberi szinten nem tudunk közvetlenül, legalábbis a mögött álló idegrendszeri mechanizmusokat nem tudjuk közvetlenül vizsgálni. Állatkísérletekről van szó, professzor úr. Milyen állatokon végzik mindezeket? A legtöbb esetben leggyakrabban macskán. Legyen szabad néhány szóval elmagyaráznom, hogy ennek mi az oka. Nagyon nagy súlykülönbséget mutató macskáknál is nagyon egyforma a koponya alkata. Nekünk szükségünk van arra, hogy a macska fejébe elektródákat juttassunk el a most tárgyalt kérdésének a vizsgálatára, hogy az agyvelőnek azon kritikus részeit, amelyek elsőrendű szerepet játszanak, például a megjegyzési folyamatban, vizsgálni tudjuk úgy, hogy a benne folyamatok kapcsán termelődő elektromos jeleket el tudjuk vezetni, rögzíteni tudjuk. Ehhez nekünk elektródákat kell juttatni az agyvelőbe, mégpedig úgy, hogy ezek az állat felgyógyulása után, műtét után is benne maradjanak az agyvelőbe. És ennek a céljából mi egy speciális készüléket használunk, amit agyi célzó készüléknek neveznek. Ezt a készüléket, ezt a speciálisan a mi intézetünkben fejlesztették ki, azóta aztán a Medicor gyártja és exportálja sok országban. Embernél is alkalmaznak ilyen célzó eljárást, az a készülék alapelvében ugyanez. A koponyát különböző pontjain rögzítve, tökéletesen szilárdan rögzítve lehetővé válik, hogy előre elkészített térképek segítségével egy fémelektródát, illetve több fémelektródát az általunk kiválasztott, előre kiválasztott agyi régiókba juttassunk be. Na már most az az agyi régió, ami ebből a szempontból minket speciálisan érdekel, szaknyelven hippokampusznak nevezik, tengeri csikó alakjára hasonlít tudik ez az agyi szerv. Lényegében ez az agyvelő egyik legősibb kortikális, kérgi jellegű struktúrája, ennek speciális szerepe van a megjegyzési folyamatban, illetve a memória folyamatban, az agyvelőbe történő végleges bevésésben. Ennek az agyi résznek a pusztulása nem nagyon látványos, de mégis tragikus következményekkel jár. Ha elpusztul, egyszer s mindenkorra lehetetlené válik a megjegyzés. Ezt nagyon kevesen tudják, hogy a krónikus alkoholizálásnak egyik ilyen következménye az, hogy megszűnik a megjegyzőkészség. Esetenként azonban embernél szükségessé válhat az is, hogy más okok miatt kelljen e szerven beavatkozást végezni. Például ez a szerv nagyon könnyen válik epilepsziás jelenségek okozójává. Na már most régebben ilyen nagyon súlyos epilepsziás esetekben ezt a szervet eltávolították műtétileg, amivel megszüntették az epilepsziának a normális élettel összeegyeztetetlen következményeit, azonban létrehoztak, annak idején még nem tudták, egy nagyon súlyos állapotot is, nevezetesen az agyvelő elveszítette ezt a készségét, hogy véglegesen be tudjon írni, tehát rögzíteni tudja az emlékeit. Ennek az a bizarr következménye lesz, hogy a műtét előtti eseményekre az ebbe a beteg kifogástól emlékszik. Ellenben semmit újat nem tud megjegyezni, nem tudja megjegyezni egy új lakását, nem tudja megjegyezni a látogatója nevét, két perc után nem ismer, nem emlékszik arra, hogy valakivel találkozott. Azt hiszem könnyen föl lehet mérni ebből, hogy az agyvelőnek ez a készsége, hogy plasztikusan megőrzi az emlékeinket, milyen óriási jelentősége a mindennapi életben.
Egy ilyen elektródával, amit mi az agyvelőbe juttatunk, működés közben óriási tömegű adatot kapunk. Ezek elektromos adatok, talán megkérnék a kamerát nézzen rá a regisztrátumban, egy macska agyából 12 csatornán felvett elektromos aktivitás mutat, ahol egy másodperc körülbelül ekkora térköznek felel meg. Na most ilyen óriási tömegű elektromos adatnak a elemzése, az kisegítő módszereket igényel. Az intézetben dolgozik számítástechnikai szakember, biológus, mérnök orvosdoktor. Igen. Tehát tulajdonképpen ez az a terület, ahol igazán a tudomány szinte valamennyi képviselője jelen van. A kutatásoknál komoly szerepet játszik. Igen, mindenkinek van egy speciális szakterülete, amiben tovább képzi magát. Tudnék, egyetlen ember ezeket a bonyolult technikákat nem képes kézben tartani. Különben ezeknek az állatkísérleteknek köszönhető, hogy azt a bizonyos hipokampuszt, amely az agy megjegyzési, megőrzési képességének egyik legfontosabb része, ma már az epilepsziás betegek gyógyításánál nem operálják ki. Ezek alapkutatások, amelyek eredményei csak hosszas kutatómunka után alkalmazhatók emberre.